az Új Látás elnevezésű tárlat megnyitóján Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, hogy a megyei identitáshoz hozzá tartozik a múlt és a jelen ismerete egyaránt, amit a művészek kitűnően át tudnak adni alkotásaikon keresztül. Az ót és az újat, a régit, a jelent és a jövőt meg tudják jeleníteni számunkra. A szakmai vezetőnek, Losoncinél dr. Baranyai Eszternek szívügye volt mindig is a program, hiszen édesapja Baranyai László népművelő munkáját vitte tovább a művésztelep. A Tolna megyei önkormányzatnak az úgynevezett 531-es kódszámú projektje, ez csak a száma volt, a lényegesebb inkább a tartalma, hogy a helyi identitás erősítését hivatott célozni, és ezzel együtt a települési identitást, és azzal együtt nyilván a megyei identitást hivatott erősíteni a projekt. 3 éven keresztül valósítottuk meg, mintegy 100 programot sikerült létrehoznunk 8 település bevonásával ebben a projektben. A települések itt Sió mentén kerültek kiválasztásra, nyilván a Sió projektünkhöz is kapcsolatban, illetve itt olyan aktív kulturális élet folyt, és olyan aktív közösségi élet, hogy úgy gondoltuk, hogy ezek azok a települések, amelyek a legjobban tudunk együtt dolgozni. Édesapám Baranyai László hívta életre annak idején a látásmozgalmat, és ennek a projektnek a képzőművészeti lábával éppen ezt a látásmozgalmat próbáltuk újraéleszteni Új Látás néven, úgyhogy 3 éven keresztül nagyon fontos volt számunkra, személyesen számomra is, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A Szabó Dezső ösztöndíjasok és Tolna megyéhez kötődő művészek részvételével 2019 nyarán Kölesden rendezték meg első ízben a 7 napos alkotótábort, mondta el a szakmai vezető. Ezzel az volt a célunk, hogy a megyében található pozitív kulturális kezdeményezéseket egy irányba tereljük, vagy hogy rokonítsuk, vagy hogy összefussanak azok a szálak, amelyek egy ilyen pozitív gondolat mentén állnak a kultúrához. 14 alkotótól látható 23 alkotás. A 3 évnek az a termése, ami egy gyűjteményt képez. Minden művésztelep végén van egy bejárás, ahol az alkotókkal, mint egy kipakolási jelleggel megbeszéljük, hogy ki mit alkotott, és a végén azt, hogy milyen művet ajánl föl gyakorlatilag itt a Új Látás gyűjtemény számára, és itt a gyűjtemény anyaga látható, ami végül is célunk is volt, hogy itt egy kontinuitást képezzünk a látás mozgalom, ami itt volt régen Kölesden, és a kölesdi képtár fundamentumát használva tovább vigyük Új Látás művésztelepre ezt az egészet és a gyűjteményt igazdagítsuk. A megnyitón közre működött Dombi Luca, valamint Szabó Dávid és tanítványai. Az emeleti kiállító térben látható alkotások elrendezésénél a gondolati szálak, a formavilág és a termek adottságai voltak a befolyásoló tényezők. A program kitűző célja volt, hogy közösségeket építsen, illetve hogy a képző művészetet látni tanítsa az érdeklődőknek, amit ezzel a projekttel el is értek.